Megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját és a II. Világháború híres szovjet tábornoka Zsukov marsall emlékművét az orosz kommunista párt egy nappal a győzelem napja előtt. A kommunisták vezetője Gennadij Zsuganov az orosz kormány kommunikációba illeszkedő üzenetet fogalmazott meg ünnepi beszédében. Ma a világ első számú terroristái az amerikaiak. A pénzügyi terrorizmus fő eszköze a dollár, a fő erőszaktevők a nácik, a fasiszták, a banderisták. Tökéletesen meg kell értenünk, hogy mi a győzedelmes apák és nagyapák munkáját folytatjuk, mondta. Az ukrán fenyegetésre hivatkozva több orosz nagyvárosban törölték a keddi megemlékezéseket. Vlagyimir Putyin elnök szóvivője Dmitrij Peszkov arról beszélt hétfőn, hogy ez érthető, hiszen egy olyan állammal állnak szemben, amelyik szponzorálja a terroristákat, így jobb óvatosnak lenni. Moszkvában ettől függetlenül megtartják a II. Világháborús győzelemre emlékező ünnepi díszszemlét.